annyiszor forgatod körbe, amennyiszer akarod, vagy amiszer mondják. Szinte minden szabadott szombaton a Rakéta Ezred laktanyájában már 17. alkalommal rendezték meg a népszerű nyílt napot. Rekord részvételre számítottak előzetesen, ez pedig be is igazolódott, hiszen már a nyitás után néhány perccel tele volt a laktanya. A program népszerűségéről kérdeztük az Ezred parancsnokát. Én azt gondolom, hogy ez unikum. Annak ellenére, hogy mi azért számtalan alkalommal megjelenünk a városnak a különböző rendezvényén, hiszen számukra nagyon fontos az, hogy a honvédség és a társadalom között egy jó kapcsolat alakuljon ki, tehát megmutassuk a katonáinkat, hogy igen, itt vagyunk, őket szolgáljuk. De ez egy unikum, hogy be lehet jönni a laktanyába, és itt a jól őrzött kerítés falain belül tudjuk bemutatni azokat az élet és munkakörülményeket, ahol mi dolgozunk, folytatjuk a kiképzés, azokat az eszközöket, amit üzemeltetünk annak érdekében, hogy a feladatainkat végre tudjuk hajtani. A bejáratnál állították ki a régebbi, már használaton kívül lévő harcászati eszközöket. Ezekre felmászhattak a gyerekek és készültek a fotók is. Volt, aki már évek óta visszajár, de volt, aki csak most esett át a tűzkerestségen. Már többször is kijöttünk a nagyobbik fiúval, és aztán most megmutatjuk a kicsinek is. Melyik az a rész, ami legjobban tetszik, és miért választjátok ezt a napot? Mindig a harcászat. Az a leglátványosabb. Most vagyunk először. Csak négy éves, most vagyunk először. És hogy tetszik egy elsőre? Hát, most éppen, most estünk be, tehát annyira még körül se néztünk, de fantasztikusnak tűnik már most. A gyakorló téren lehetőség nyílt a lövésre. A paintball, airsoft, valamint a légpuska és lézeres lövészet, íjászat nagyon népszerű volt a látogatók, főleg a gyermekek körében. Csak úgy, mint a rakétaindító és repülőgép szimulátorok, a kézigránátdobás, a hatástalanított fegyverek bemutatója, vagy épp a toborzó pont. Remekül sikerült berendezni a laktanyát, annak ellenére is, hogy az alakulat már egy komolyabb megmérettetésre készül. 2014 óta létezik egy olyan gyakorlatsorozat, alapvetően a közép-kelet-európai országok indították be, hogy Dobrug Legacy gyakorlatsorozat. Ez egy légvédelmi rakéta harcászati gyakorlat, amit minden évben más rendez. Tavaly Magyarország, illetve a Magyar Honvédség volt a házigazda, a Bakonyban, idén Lengyelország. Én úgy gondolom, ott is csúcsot döntünk, az idén mintegy 4500 légvédelmi rakétás katona gyakorlatok 20 országból vesz részt ezen a gyakorlaton, és az lesz a sajátossága, hogy nem csak gyakorlat lesz, hanem a Balti-tenger partján légvédelmi rakéta éleslövészet is. Úgyhogy erre készülünk. Én azt gondolom, hogy a 4-5 alapító országhoz képest most már 20 ország van, tehát ez látszik, hogy ez tényleg egy komoly gyakorlattal nőtte ki magát. Rekord részvétellel zárult tehát a nyílt nap a Rakéta Ezrednél. A szombati nap során több ezren látogattak el a Likócsi laktanyába.